Július 2-án pénteken kert ünnepséget rendeztek a Gabi Fashion textilipari Kft-ben. Az összehivetel apropója az volt, hogy a cég egy éve jelent meg a piacon saját kollekciójával, a Vera Collection-nel. Daróczi Anna ügyvezető igazgató tájékoztatójában elmondta, hogy a saját tervezésű, gyártású modellek már az ország számos üzletében megvásárolhatók. A Kft. Termelésének nagy részét a bérmunka teszi ki. Az ügyvezető igazgató fontosnak tartja a jó minőségű munkát, hiszen a külföldi partnerek megtartása csak így lehetséges. Az elmúlt év július 1-én nyílt meg a Kereskedelmi és Iparkamara területi irodája. Az iroda munkatársa Jóna Sándorné szerkesztőségünknek elmondta, hogy 8 település 1115 vállalkozója tartozik az irodához. Az egy év alatt 1100 ügyfélnek nyújtottak szolgáltatást, 120 új vállalkozóigazolványt adtak ki, 68 módosítás történt, és 36-an szüntették meg vállalkozásukat. A Kereskedelmi és Iparkamara területi önkormányzata július 5-én hétfőn tartotta meg elnökségi ülését. Török István elnök köszöntötte a megjelenteket, majd első napi rendi pontként tájékoztatta az elnökség tagjait egy pályázatról. A Hajdúvihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kiírt pályázatra Hajdúnánás és Hajdúdorogalkotta kistérség fejlesztési atlaszának elkészítéséhez adott be a város pályamunkát. A 30%-os önerőhöz az Agrárkamara és Hajdúdorog önkormányzata 150-150 ezer forinttal, Hajdúnánás önkormányzata 157.143 forinttal, a Kereskedelmi és Iparkamara területi önkormányzata 400 ezer forinttal járult hozzá. A pályázat értékelése megtörtént, mondta Török István, és a maximális 2 millió forintos támogatást kapta a megyei elnökségtől a projekt. Az elnökségi ülésen szó volt a szeptemberben megrendezésre kerülő regionális vállalkozói napok szervezésével kapcsolatos tennivalókról is. Ünnepi közgyűlést tartott a polgári kör július 6-án abból az alkalomból, hogy egy éve kezdte meg munkáját a civil szervezet. Buckó József elnök értékelésében elmondta, hogy a legfontosabb célkitűzéseit teljesítette az Egyesület. Két önkormányzati képviselője jutott be a helyhatósági választások után a testületbe. Fontos, hogy havonta megjelenik a szervezet lapja, ami minden nánási lakásba eljut. A feladatok közt arról szólt a polgári kör elnöke, hogy Szent István napi ünnepséget szerveznek, és október 6-án sor kerül az emlékmű avatásra is, amihez az anyagi feltételek adottak. A hivatalos program után Fehér Asztalnál folytatódott a születésnapi közgyűlés. Mentőöv címmel jelentetett meg szórólapot az MSZP. Július 7-én a pizzéria teraszán dr. Juhászné Lévai Katalin megyei elnök, országgyűlési képviselő és a helyi szervezet tagjai önkormányzati képviselő párták párbeszédre az érdeklődőket. Július 10-én dr. Szili Katalin országgyűlési képviselő a parlament alelnöke lesz az MSZP helyi szervezetének vendége. A Tekesörözőben délután 17:30-kor várják az érdeklődőket. Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik lépése a statisztikai régió kialakítása. E feladat jegyében szervezett tanácskozást június 24-én Máté Szalkán a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országos Területfejlesztési Tanács. A Magyarország régiói Régiók Magyarországa rendezvény sorozat első tanácskozásán az Észak-Alföld régió három megyéjének Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Berek politikai, gazdasági szakemberei találkoztak a kormányzat és az Európai Unió vezető képviselőivel. A program első előadója, dr. Sinóros Szabó Botond így fogalmazta meg a tanácskozás célját. Magyarország ezekben a napokban, hónapokban és az elkövetkező időszakban a fejlődésének esélyeit fogalmazza meg, úgy fogalmazza meg országosan, hogy minél nagyobb lehetőséget biztosítson a fejlődésre, ne vegye el a fejlődésnek az esélyét, a lehetőségeit. Nem csak az ország gondolkodik így, hanem mi benne élő emberek,
minden egyes magyar ember keresi, kutatja. Elsősorban nem csak magáért, hanem a következő generációért. A következő generáció számára szeretnénk nagyobb lehetőségeket, nagyobb esélyeket teremteni. Magyarországot már számon tartják az Európa-Unió tagországai között. Néhány év múlva reméljük teljes jogú tagjaink leszünk. A későbbiekben hangsúlyozta, hogy értékeink a jövő biztos alapját jelentik az Európai Unióban. Dr. Tordján József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a pillanatnyi helyzetet értékelte. Én úgy gondolom, hogy egy nyitó előadás keretein belül a fő szempontokra kell ráirányítani a figyelmet ahhoz, hogy a tanácskozás megfelelő eredménnyel járhasson. A kiinduló pontunk az az, hogy egy egységes Európai Unióba szeretnénk minél gyorsabban bejutni, de egy több részre szakadt országgal nem lehet egy egységes Európában eredménnyel helytállni abban a versenyben, amely ma már teljesen új hozzáállást igényel, úgy a mezőgazdaság, mint a vidékfejlesztés és az ipar területén egyaránt. Az, hogy az ország több részre szakadtan éli az életét, nem kell, hogy itt bizonygassam a három határ szeglet közelében. Egyértelmű tehát, hogy akkor, amikor a jövőnk érdekében szeretnénk lépni, akkor mindenek előtt a hátrányos helyzetű térségek ilyen megítélésében kell változtatnunk, ehhez pénz kell, ehhez programok kellenek, ehhez aktív közreműködők kellenek. Miniszter úr előadásában szólt a területfejlesztési törvény módosításáról, a régiók közötti és a régión belüli együttműködés fontosságáról. A tanácskozáson bemutatkoztak az Észak-Alföld régiót alkotó megyék. Elsőként a házigazda szerepét vállaló Szabolcs-Szatmár Bereg megyét Veres János, a megyei területfejlesztési tanács alelnöke mutatta be. Jász-Nagykun-Szolnok megye prezentációját Busi Lajos, a megyei területfejlesztési tanács elnöke tartotta meg. Ezt követően sajtótájékoztatóra került sor, ahol dr. Tordján József miniszter az újságíró kérdéseire válaszolva elmondta, hogy fontos a három megyek partneri kapcsolata, a folyamatos párbeszéd. A sajtótájékoztató után kértük kameránk elé Lájer Józsefet, a megyei területfejlesztési tanács elnökét. Milyen előnyöket vár Hajdú-Bihar megye ettől a három megyés régiótól? Úgy gondolom, hogy azok a programok, amelyek már megyei szinten megvalósulnak, látszanak, vagy megvalósíthatók, ezek kiterjesztendők a régiós programokra. Gondolok itt például olyanra, hogy mezőgazdaság fejlesztése, gondolok itt olyanra, hogy regionális szintű vízkezelés, vízproblémakezelés megoldása, amelyekre pályáznunk kell Európai Uniós forrásokat, és ezeknek a pályázatoknak a kiírása most már nagy pénzösszegeket tartalmaz, tehát az várható, hogy nagy összegekbe fog kerülni, nagy projektek, nagy programok készülnek, amire egy megye önmagába kevés. Tehát muszáj nekünk mindenféleképp a régión belül regionális programokat kidolgozni ahhoz, hogy az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjaira a pályázatainkat be tudjuk nyújtani. Hajdú-Bihar megye, milyen erősséget tud képviselni ebben a régióban, illetve mik azok, amiket szeretne leküzdeni, mint negatív dolgokat? Hát Hajdú-Bihar megyének erősségei egyrészt a jelenlegi közlekedési hálózatba betöltött csomópont szerepe, a közlekedési útvonalak, közútvonalak, illetve a vasútvonalak nagy része Debrecen környékén találkozik, csomópontja ott van. Ez mindig egy előnyt ad annak a térségnek. Másrészt az én véleményem szerint nagyon fontos az, hogy a Hajdú-Bihar megye legfejlettebb, nem csak ebben a régióban, nem csak az ország keleti részében, hanem országos szinten is, Budapest után a felsőoktatási intézményhálózatban.
8 felsőoktatási intézmény működik a megyén belül, lefedve gyakorlatilag mindenféle területét a felsőoktatásnak. A klasszikus univerzitás minden ága működik, az orvostudomány, a bölcsészkar, a jog és a közgazdaságtudomány. Hajdú-Bihar megyében ezen kívül a pedagógus képzés is igen magas szintű, a tanárképzés, Kölcsey tanítóképző főiskolán, illetve a Hajdú-Böszörményi Varga István pedagógiai főiskolán is igen magas szintű. Nagyon jónak tartom a megyei középiskolai hálózat fejlettségét és munkáját, munkájának színvonalát. Ezek azok, ami kisugárzóak lehetnek majdan a későbbi régióra is. Várhatóan mikor fognak elkészülni a fejlesztési tervek a régióra vonatkozóan, és ezekben a tervekben már említette, hogy mi az, amit szeretne a megye kidomborítani. Mikorra lesz ez papíron? Gyakorlatilag ennek a három megyés régiónak már létezik egy fejlesztési koncepciója. A 6 megyés Észak-Kelet-Magyarországi Regionális Tanács elfogadott a 6 megyére egy fejlesztési koncepciót. Ez a koncepció úgy készült el, hogy megosztható 3-3 megyére, tehát ilyen szempontból már egy létező koncepciónk van. Ezen kívül folyamatban van mindhárom megyében a megyei területfejlesztési koncepció elfogadása. A mi feladatunk most az lesz, hogy ezeket a koncepciókat összehangoljuk, és ezek alapján elkezdődhetnek az előbb már szóba került programok kidolgozása. Én remélem, hogy 2000 elejére pályába térett programokkal fogunk rendelkezni regionális szinten. A Hajdú-Bihar megyét nézzük a továbbiakban, és vannak olyan kis települések, ahol bizony nagyon felfér a segítség. Gondolok történetesen Hajdúnállásra. Ezek a kis települések milyen előnyét láthatják majd a három megyés régiónak? A kisebb települések is bele fognak tartozni egy nagyobb egészbe. Nagyon nehéz már települési szinten megfelelő szintű pályázatokat készíteni, illetve nagyon nehéz elnyerni, és elnyerés esetén a helyi források elégtelenek a pályázat kiegészítéséhez. Amennyiben regionális szinten készítünk programokat, mondok egy példát szennyvízkezelésre, vagy kommunális hulladékkezelésére, abban az esetben ez nem csak a helyi források, vagy nem csak esetleg a megyei területfejlesztési tanács forrásaira számolhatnak ezek a fejlesztések, hanem ebben az esetben, főleg, hogyha ezek uniós források, akkor a központi költségvetés támogatására is számíthatnak. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy a helyi erőforrások kevésbé lesznek leterhelve. Az esetleg ide fordítandó pénzeket, azt fel lehet a település más területein használni, akár az oktatásra, akár az egészségügy fejlesztésére. Tehát a kis települések mindenféleképp előnyt fognak látni abból, hogy egy nagy rendszer részeiként fogják kezelni eventúl őket. Esetleg szó már a három megye vezetői között, illetve hát a területfejlesztési tanácsok vezetői között arról, hogy hol alakuljon ki a régióközpont, milyen elképzelések vannak? Elképzelések vannak, de ezek még eléggé kezdeti állapotba leledzenek. Hamarosan sor fog kerülni 2-3 héten belül a három megyei közgyűlés elnökeinek, valamint a három megyei jogú város polgármestereinek a találkozójára, ahol az ilyen kérdések is még tisztázásra fognak kerülni. A regionális tanácskozás délután Fritz Wegelin, a Svájci Területi Tervezési Intézet ügyvezető igazgatója előadásával folytatódott, valamint sor került Hajdú-Bihar megye bemutatkozására. Az Észak-Alföld régió megyéi kiállítással is jelen voltak a rendezvényen. Városunkat dr. Éles András polgármester képviselte a tanácskozáson. Demeszer úr, milyen tapasztalatokkal tér haza erről a tanácskozásról? Mindenek előtt azzal, hogy létrejött egy készfogó, ami az első előadás után jelképes volt, amikor a három megye területfejlesztési tanácsának elnöke egymással úgy fogott kezet, hogy az a vita lezárult, amelyik arról szólt, hogy hogy fog kialakulni az Észak-Alföldi régió. Most már azt kell mondanom, hogy egy ilyen találkozó keretében is ismerkedik a három megye egymással. Egy ilyen kis település, mint Hajdú-Nállás, milyen előnyét láthatja a három megyés régiónak? Hát mindenek előtt eurókonformá válik a három megye.
Tekintve, hogy Európában a régióknak a szerepe mindig felértékelődött, és azzal, hogy eurókonformá válik, megnyílhatnak eurós pénzek fele is, megnyílhat eurórégiós pénzek fele is az út. Egyrészt, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ebben azért mi nem vagyunk túlságosan kicsik, hisz ha a megye negyedik legnagyobb városa vagyunk, már pedig ez tény, hogy Debrecen, Hajdúböszörmény és Hajdúszoboszló után Nánás a megye, 84 települések közül a negyedik, akkor ebben a régióban a szerepét illetően 11 nehanyadik lehet. Meggyőződésem szerint azoknak a, itt nem településekben kell már gondolkodni, itt abban a programban kell gondolkodni, amely például Hajdúgyoroggal már kezd kialakulni, akkor már mi nem 20 ezeren vagyunk, hanem 30 ezeren, és ha még akár Szabolcs fele nyitunk, akár Hajdúvihar fele nyitunk, akkor már megint csak azt kell mondanom, hogy 40-50 ezeresen vagy 60 ezeresen lehetünk. Tehát én úgy gondolom, hogy az eurókonformitás fogja azokat az utakat megnyitni, például a fárpénzek irányában, amelynek egyikére pályázunk a belvízelvezető csatornák tekintetében, és ez lehet számunkra egy folyamat kezdete, ezért fontos nekünk az, hogy létezik, vagy létrejöttek a régiók. Említett már egy pályázati lehetőséget. Miben látja esetleg még Hajdúnánás és a környék kitörését itt a régió kapcsán? Ezen a tanácskozáson is elhangzott az, hogy a befektetők 10 percre az autópályától szeretnek beruházni. Ha az autópálya polgárig elkészül, akkor egy jó képességű autós 10 perc alatt ér Hajdúnánásra. Ha viszont elindul Szabolcs megye fele az autóút folytatása most, hogy az autóút lesz, vagy autópálya, vagy a miniszter úr által említett országhatától majdnem, hogy azt mondom, két irányba elkezdenek bennünket megközelíteni, akkor belül leszünk a 10 percen, jóval belül leszünk a 10 percen, és mindazok, akik kétségbe vonták eddig az általam megfogalmazottakat, azok itt hallhatták volna, hogy valóban utak nélkül nem lehet Európába menni, nem lehet beruházásokat szerezni, és az a tapasztalat, azt meg kell mondanom, hogy ideútban is, ha az alsóbrendű utakon közlekedett az ember, akkor kevésbé fejlett településeket látott. Amikor már két számjegyű utak közelében volt, akkor már látott beruházásokat. Én azt gondolom, hogy az utak azok nem csak jelképesen kötnek össze, hanem valósan is Európa irányába, és ha ez az út már Hajdúnás határához közelebb lesz, akkor akárki lesz egy város polgármestere, akkor már fellélegezhet, és biztos vagyok benne, hogy akkor már kedvezőbb beruházási lehetőségekről kap, kedvezőbb beruházási lehetőségek lesznek. A Magyarország régiói, Régiók Magyarországa program az Észak-Alföld régió megyéinek kulturális bemutatójával ért véget. A Csiha Győző Ipari Szakmunkás Képző és Szakközépiskola a 2000-2001-es tanévben az intézmény keretein belül a meglévő szakok képzések mellett két új szak bevezetésével bővíteni kívánja a továbbtanuló fiatalok pályaválasztási lehetőségét. Az országban elsőként indul személy- és vagyonőri képzés szakközépiskolai keretek között. Sinka György, az intézmény igazgatója és Hajdúbihar megye rendőrfőkapitánya, Sutka Sándor, dandártábornok június 27-én együttműködési megállapodást írt alá az oktatási intézményben. 1992 tavaszán fogadta el a Hajdúnánási Önkormányzat képviselőtestülete, hogy a iskolánk a Csiha Győző Ipari Szakmunkás Képző és Szakközépiskola 2000. szeptembertől 18 fős létszámmal a személy- és vagyonőri képzést indíthatja, valamint egy idegenforgalmi osztályt ugyancsak 18 fős létszámmal. Az idegenforgalmi osztályban három szakma képzésére nyílik lehetőségünk. Ez a hostess képzés, utána idegenvezető és hostess, valamint az idegenforgalmi technikus. Mindegyik szakmánál a érettségére épülő és a szakmai képesítő vizsgát a diákok csak akkor tehetik le, ha egy középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek,
és ezen kívül még egy nyelvvel kell, nyelvet kell tanuljanak, de ebből már nyelvvizsgát nem szükséges tenni. A képzésre olyan 8. osztályos végzett tanulók jöhetnek, illetve 9.-10. osztályt végzett tanulók kezdhetik el tanulmányaikat 2000. szeptember 1-jel, akiknek a tanulmányi eredménye lehetőleg minél jobb, és természetesen vállalják azt, hogy megismerkednek a idegenforgalommal, valamint a nyelvvizsgát, a C-típusú középfokú nyelvvizsgát, vagy szakmai középfokú nyelvvizsgát tesznek. Mivel 18 főt tudunk erre a szakra beiskolázni, így adódik az, hogy az iskola vonzás körzete elég nagy, és a 18 fő hajdúnállás, hajdúdorog, hajdúböszörmény, polgár görbeházáról tevődik össze, tehát elképzelhető, sőt biztos, hogy a létszámunk meg lesz. Még a másiknál, a személy és vagyonőri képzésnél azokat a fiatalokat, fiúkat, lányokat várjuk, akik hajlandók kiemelten testnevelési óra keretében foglalkozni a önvédelmi sportokkal, valamint olyan ingerekkel, olyan szándékot éreznek magukban, hogy a személy és vagyonőri képzéssel kapcsolatos szakmai követelményeknek eleget tudnak tenni, például fegyverismeret, nyomrögzítés, büntetőjog, katasztrófelhárítás, kriminalisztika, stb. Ide is 18 fő az, aki fel tudunk venni. Most ennél a képzésnél azért azt tudni kell, hogy ilyen jellegű képzés a országban, amit én tudok, az Dunántúlon van, illetve a Dél-Magyarországon, tehát a keleti rész, akkor az északkeleti részeken ilyen képzés nincs. Mi természetesen a beiskolázási tájékoztatókban megkérdezzük, tehát elképzelhető, hogy túljelentkezés fog lenni. Ebből adódik, hogy ha túljelentkezés van, hogy minél jobb képességű tanulókat választjuk ki. A továbbtanulásra most folynak tárgyalások, megbeszélések a rendőrfőkapitánysággal a szerződés értelmében, hogy előfelvételi keretén belül végezzünk olyan fizikai állóképesség felmérést, amivel a 14 éves korosztálynak már megfelelően rendelkezni kell, de ennek a véglegesítése csak akkor történik, hogyha részletesen áttanulmányoztuk a következő tanévrendjében meghatározó dolgokat. Első olvasatban úgy néz ki, hogy megoldható, hát majd augusztusban ezt megnézzük, a fenntartóval is egyeztetjük, és annak megfelelően kérjük ezt a lehetőséget. A többi szakmáink, ami 2000. szeptember 1-től indulnak, azok a szokásos szakmák, illetve olyan szakmáknak az előkészítése is folyik, amelyeket bízunk benne, hogy 2000-től beindítjuk, az is lehet, hogy csak későbbiekben. A Hajdúnállási Művelődési Központban hosszú évtizedeken keresztül megszokott volt, hogy gyerekek zivajától volt hangos a Művelődési Központ különböző terme. Tavaly évben ismét egy ilyen képzőművészeti tábor nyitotta meg kapuit, és ebben az évben ismételten képzőművészeti tábor működik a Műközpontban július 20-ától és vissza? 28-ra. 28-tól, június 28-tól, július 9-ig. Az idei táborban van-e valamilyen központi tematika, ami alapján a gyerekek dolgoznak? Hát van is, meg nincs is. Van olyan tematikus megadás, hogy tavaly a madár volt az egyik központi témánk, és a fa. Az idén pedig úgy gondoltam, hogy akkor egy másik két nagy témával lehetne foglalkozni, az egyik a ház, a másik pedig a virág. Na de ez nem jelenti azt, hogy ez annyira kötött, hogy csak ezzel foglalkozhatunk, vagy csak ezt csinálhatják a gyerekek valamilyen technikával, de azért igyekszünk ezt tartani. Említetted a technikát. Milyen technikákkal dolgoztok? Hát itt a
a legnagyobb szélsőségek vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy az egyszerű filcrajztól vagy ceruzarajztól, ami mondjuk a legalapvetőbb, egészen el fogunk menni az olajtechnikákig. Hát az idősebb gyerekeknél ott már azért megpróbáljuk ezt is, tehát hogy lehet olaj festékkel festeni. És e között minden. Milyen összetételi a kis csoportot korban, és hát nemben, ahogy látom, inkább lányok? Három gyerek van, aki most jött ki az óvodából, 7 évesek. És hát 14. éves a legidősebb, úgyhogy hát és ilyen korban még nagyon sokat számít egy-két év, 6 meg még nagyon sokat. Tehát már ilyen korban, mint én vagyok, ilyenkor már 4-5 év nem sokat számít, de gyerekeknél nagyon sok. Nagyon fejlődés szempontjából. Igen. Meg hát az, hogy milyen technikát ad az ember a kezébe, mert amit egy 13 évesnek odaadhatok, azt még egy 7 évesnek nem adhatok oda, mert ezek még csak a nevüket tudják leírni, de rajzolnak, hogy jól tudnak. A tavalyi táborok közül hányan jöttek vissza? A tavalyi táborból 3 vagy 4 gyerek van. Igen. A rajzoláson, festésen kívül milyen programokat terveztetek a tábor idejére? Hát bemegyünk holnap Debrecenben, megnézzük a 3 munkácsi képet. Hát ez a fő szempont, hogy azt a 3 munkácsi képet megnézzük. Na most hál' Istennek úgy tudom, hogy mert úgy volt, hogy 2002 valamikor elviszik a 2 amerikai tulajdonban lévő munkácsit, de az egyik tulajdonos, aki a Krisztus Pilátus tulajdonosa, az örökre itt hagyta a Déri Múzeumnak a képet, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan a tulajdonjog az övé, de a Déri Múzeum fogja őrizni. Hát sajnos a másikat azt hazaviszik. Hát mindenkinek tudom ajánlani, hogy még együtt van a 3 nézve meg. Hát még van másfél év, azt hiszem, meg lehet nézni. 2. Visszatérve egy kicsit a munkára. Laikus szemmel én szinte minden alkotást nagyon gyönyörűnek, eredetinek, szinte tökéletesnek látok, életkorokhoz képest. Mégis te a szakértő szemével hogy látod ezeket a gyerekeket? Melyikben szúnyadozik tehetségünk? Fel tudod-e bennük fedezni azt a előremutató tényezőt, hogy majd ezekből esetleg valamilyen alkotóművész vagy képzőművész látszak összek ilyet? Hát ez nagyon nehéz még gyerekkorban azt előre megjósolni, hogy na, olyan vénája van, hogy esetleg felnőtt korban valami művészeti ágba, és abból meg is élhet. Szóval ez nagyon nehéz. Van itt 2 kislány, akiben én látok ilyet, de mondom, ez majd van 18-20 éves korukra derül ki, de én látok bennük fantáziát. Tehát nem is erről szól tulajdonképpen ez az egész, hanem én már tavaly is mondottam volt a szülőknek, hogy én a irányított szabadság elve alapján, tehát ezt a pedagógiát használom. Hát ebben benne van az is, hogy azért nem korlátok nélkül, mivel hogy már mondtam, hogy tematika is van megadva, de egyébként teljes szabadságot élveznek a gyerekek. Tehát bizonyos korlátok között, amit bizony se az ott a szülői házban nem élvezhetnek, azt most hagyd ne soroljam el, hogy szerintem miért nem, tisztelet a kivételnek, se az iskolában. Ugye az iskolákban eleve valamiféle ilyen pontokba szedett tantervi utasítás, vagy a pedagógus egyénisége által megszabott valamilyen határok között, meg ott nagyon szűkek ezek az idők. Tehát 45 perc alatt ilyen óriási felületeket megdolgozni nem lehet. Hát bizony itt egyes technikák nagyon koszosak. És hát, tehát, na most itt 10 napon keresztül ez a mérhetetlen szabadsága megvan a gyerekeknek, hogy itt turkálhatnak mindenbe.
meg akár olyan felületekbe is belekezhetnek, ami bizony se 45 perc, se két óra alatt nincs kész, hanem akár két-három napig is csinálja. Egy kicsit az anyagiakról. Általában minden hagyománynak van egy hátulütője, hogy hogy sikerül előteremteni a költségeket. Ennek a tábornak a fedezete hogy értéstem? Hát a szülők. Tehát teljesen önköltséges? Teljesen önköltséges, és nem olcsó. Nem olcsó, én nem mondom. De hát én ismertem, én megnéztem éppen emiatt, hogy tájékozódjak, bár a titkári részét azt nem én intézem, hanem a Bordás Andi, meg a háznak a gazdasági csoportja intézi ezeket a dolgokat. 9000 forint ez a 10 nap, ebédet adunk benne, meg még egy kis csemege is befér, benne van ez a debreceni út, benne van egy nap, amikor lazítunk, egy kicsit kimegyünk a fürdőbe, és hát az anyag, költség, ami bizony nem olcsó, mert a komolyabb anyagokat az is ebből az összegből fedezzük, és hát egy zárókiállítás is benne van. Ahogy elnéztem, a gyerekek is nagyon sok anyagot hoznak be otthonról. Hát ami maradt nekik, hát ilyeneket elmészetesen, ilyenre nem adunk pénzt, hogy festék neki konzerves dobozok, meg dobozok, meg rongy, meg újságpapír, mert ezek szükségesek, hát ilyenre nem, hát ezeket hozzák meg, ami maradt nekik kis festékük. De a komolyabb festékeket, papírokat, hígítókat, nagy ecseteket, mindent, azt mindent mi adunk. Kiállítás lesz ismételten? Igen. Tavaly volt itt a Művöldési Központban? Igen. Hát idén még most nincs eldöntve, hogy hol lesz. Két-három helyszín is felmerült, hát majd a jövő héten kiderül, hogy itt a házon belül valahol, vagy a könyvtárban lesz. Még ezt nem tudtuk eldönteni. Itt is lehetne ezen a helyszínen, de ezen a helyszínen már a következő, tehát a jövő hét után, hét első napjában már egy másik tábor lesz, és akkor nem lesz látogatható. Tehát azt nem akarjuk itt hagyni. Most itt egy ilyen idéglenes napi termést kirakjuk, meg leveszünk belőle, meg visszarakunk. Hát két nap alatt már annyi anyag gyűlt össze, hogy akár egy kiállítást is csinálhatnánk belőle. Mi ez az alkotás, amin most dolgozol? Errefele természetes dolgokat, errefele a városi életet ábrázolnám. És milyen városi élet lenne ez? Elég különleges. Ókori. És ez a ló itt, ha jól látom, mit jelképez, vagy csak úgy odarajzoltad? Csak úgy odarajzoltam, mert nagyon szeretem a lovakat. Úgy látom, te már majdnem nyakig festékes, hogy mind dolgozol? A tanár bácsi azt mondta, hogy egy ilyen kevert képet kell csinálni, hogy a világostól itt középen sötétre körbe menni világossal. És akkor most ezzel munkálkodsz éppen. Igen. Milyen színeket fogsz használni? Hát mindenfélét, ami van itt be a tartóba. Úgy tűnik, hogy ti már hárman leköltöztetek a padlóra, hatalmas nagy papírlapon. Mind dolgoztok? Hát Pista bácsi azt mondta, hogy ilyen rajzolni kell a fővonalat, és így ilyen színekkel kell ábrázolni ezek itt ilyen területeket. Úgy látom, hogy nagyon sok sárga van, legalábbis a fővonalak sárgának tűnnek. Milyen színekkel fogtok rajta dolgozni? Hát mindenféle színűvel, amilyen a zsírkrétáinkból van, mert vízfestékkel ezzel nem lehet dolgozni. És van valamilyen meghatározott koncepciótok, tervetek, hogy töltítik ki ezeket a mezőket? Nem, nincsen. Ahogy sikerül. Tavaly ki úgy tudom voltatok ebben a táborban. Igen. És jól éreztétek magatok és visszajöttetek? Igen, nagyon jól éreztük magunkat. Úgy tudom, te is voltál tavaly a táborban. És az idén miért jöttél vissza? Én azért jöttem vissza, mert nagyon jól éreztem magam, és nagyon megszerettem már az elején Pista bácsit, mert nagyon kedves volt. Az első rajzom nem mindig sikerült, és nem haragudott, és adott még egy esélyt, és
lehetett gyakorolni mindenkinek azt, amit szeretett volna, és nagyon megszerettem itt a gyerekeket is, és rengeteg minden új dolgot tanultam. Úgy látom, a mai témából, a kicsit kötött témából te nagyon míves, aprólékos feladatot választottál. Hogy fogod kiszínezni? Hát a kisebb felületet ilyen kis pingáló ecettel, a nagyobb felületet pedig ezzel a vastagabb ecettel fogom kifesteni. Különböző színekkel és árnyalatokkal próbálkozom majd. Mondd már meg nekem, hogy ez a tábor mennyiben különbözik az iskolai rajzóráktól? Hát szerintem annyiban különbözik, hogy nem annyira kötött, és mindenkinek lehet választani, hogy melyik technikát választja, és bármikor lehet újabb rajzokat kezdeni, és rengeteg fajta új dolgot megismerünk, és mindenki megpróbálhatja a maga egyéniségének megfelelő technikát kiválasztani. És téged mi hozott vissza az idén a táborba? Hát engem is ugyanaz, mint Violát. Nagyon kedvesek itt az emberek, és hát sok mindent meg lehet itt tanulni. Hát lehet szabadon rajzolni, amit akarunk, ezért vannak kötöttségek, hogy vannak olyan dolgok, amiket jobban kidolgozunk, hogy azokkal foglalkozunk. A táborban viszonylag kevésbé van. Ti miért jöttetek a táborban? Mert még csak most voltam elsőnek, még hétfőn kipróbáltam, és akkor jónak tűnt, és azért. Megmaradtál otthon, miket szoktál rajzolgatni, Bence? Sárkányokat, dínókat. És te hanyadikos vagy? Én most múltam negyedikes. És szeretsz rajzolgatni, gondolom? Igen, nagyon. Szerettem volna kipróbálni ezt a művészeti tábor, nagyon jó. Sok mindent megtanultam. Alig két nap után ez a másfajta tanulás igen-igen sok szép alkotást eredményezett. Gyönyörködjünk hát most pár pillanatig együtt ezekben a képekben. A Hajdúránási Szellemi Műhely élő újság 8. évfolyam 2. számának a Hajdú étterem adott otthont június 25-én. A tanévzáró irodalmi kávéház vendégeit Szabóni Martéva elnök köszöntötte, majd tehetséges diákköltőkkel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Elsőként ifjú Gacsái Gábort, a Sárospatakon tanuló diákot, volt tanára Hajdú Zoltán mutatta be, beszélt verseiről. Takács Miklós egyetemi hallgató már többször volt az élő újság vendége. Korábban verseit, irodalmi színpadi tevékenységét ismerhette meg a hallgatóság. A június 25-i irodalmi kávéházban a 24. országos tudományos diákköri konferencián harmadik díjat kapott Adi és Rilke istenes verseinek összehasonlításáról itt dolgozatáról beszélt. Takács Miklós a későbbiekben is e két költő munkásságáról szeretne kutatásokat végezni és írni. Purda Katalin tanárnő szintén egyik növendékével, Ötvös Tamással, írásaival és verseivel ismertette meg a jelenlévőket. A Hajdúránási Szellemi Műhely tevékenysége már rég túlmutat a város a megye határain, és ehhez a munkához partnereket talál a környező településeken. Beri Róbert, a Hajdúdorogi Édentől Keletre Ifjúsági Egyesület elnöke két kiadványt mutatott be a nánási közönségnek. Elsőként a Szeressétek az öregeket címmel a dorogi diákok körében meghirdetett irodalmi pályázati munkákból megjelent füzet írásaiból hallhattak az érdeklődők. Ebben az esztendőben indult útjára a dorogi füzetek kiadvány, melynek első száma Csak úgy kipattant címmel jelent meg, és helyi alkotók írásait, rajzait tartalmazza. Mindkét kiadvány a Mészáros Károly Városi Könyvtár gondozásában jelent meg. Az irodalmi kávéház utolsó vendége Kalász László nem lehetett jelen,
hiszen 66 évesen, ez év január 25-én Szalonnán súlyos betegségben elment. A hajdunálási kötődésű költő Nagy jövő mögöttünk 1998-ban megjelent kötetét Szabóné Martéva mutatta be, és a jelenlevőkkel emlékezett Kalász Lászlóra. A rallycross veszélyes és költséges sport. A hajdunálási Balázs András 1994-ben indult először országos bajnokságon, s második helyezést ért el. A következő évben megvitte második helyét. 1996-ban a rallycross országos bajnoka lett. 1997-ben a Mazda 323-as helyett versenyautót épített, és a király kategóriában 8. helyen fejezte be a versenyzést. Egy év kihagyás után ismét volán mögé ült a rallycross bajnok, és eddig mindkét bajnoki futamot megnyerte. A OB második fordulóján a mezőny még erősebb lett, ugyanis az első forduló volt, aki technikailag alul maradt, és nem biztonságos autót épített. A második fordulóra teljes volt a mezőny. 15 induló volt a király kategóriában, a divízió 1-es csoportban, és óriási harc volt, és röviden összefoglalva azt tudom mondani, hogy sikerült megnyernem az OB második fordulóját is, úgyhogy jelenleg a bajnokságot egy 40 ponttal vezetem. Gondolom, hogy voltak a versenyzők között olyanok, akiktől tartottál. Lehet a neveket említeni? A rallycrossba tartani kell nagyon sok mindentől. Először is a műszaki meghibásodási gondoktól, és van egy párhuzamosan a hétszeres országos bajnok Kotán Pétertől, és Tamás Lacitól, Adorján Lászlótól, Ifjad Rabócsi Tibortól. Magyarul egyformák az autók, egyforma teljesítményűek, és innentől kezdve, ha azt mondom, hogy a Tamás Lacinak a 40 millió forintos Ford Escort Cosworth nem jutott be az A döntőbe, és nem volt technikai gondja, nagyon erős lett a mezőny, úgyhogy mindenkitől tartani kell a pályán. Balázs András Toyotája nem csak műszakilag a legjobb, de esztétikailag is kiemelkedő. Szakemberek szerint a mezőny legszebb autóját vezeti a nánási versenyző. Olyan autót építettünk, egy új autót, ami a Rally világbajnokságon is szerepel. Ez egy Toyota Corolla VRC, egy 450 lóerős, 4-kerékhajtásos turbós autó. Én úgy érzem, hogy egy rallycross autónak nagyon jónak kell lenni, és az utolsó dolog az, hogy az lehetőleg legyen szép is. Mivel a szakmánk, mi évek óta a rallycross bajnokságban mindig a legszebb autóval jelentünk meg, ez igény kérdése, és mi erre is fordítunk. Egy szakmai lap azt írta rólad, hogy nem csak versenyzőként, de konstruktőrként is kiváló vagy. Mi az a plusz, amivel te rendelkezel a többi versenyzővel szemben? Én nem vagyok lesz kimenni egy Európa bajnoki futamra, a Toyota Európához különbe, és olyan kapuk nyíltak meg előttem, és olyan technikai dolgokat leszhettem el, és egy megfelelő érdeklődésem van ebbe, és én azt hiszem, hogy a szakmaiak is végig tudjuk csinálni. Ez azt bizonyítja, hogy több versenyzőtársnak mi építjük az autóját, mi készítjük, jelenleg is van két autóépítésre megrendelésünk, és már a rallyba is elismertek lettünk, hogy tudunk autót építeni, és biztonságos és jó autót. Mit vársz még az idei esztendő szerepléseitől? Az, hogy két futam után vezetem a bajnokságot, ez egyik oldalról egy nyugtató, a másik oldalról óriási feladatot ad nekünk. Ez a feladat, ez nem a hátralévő versenyeken való szereplésbe, hanem a technikai biztonságba. Tehát nem kell elszállni magunktól, hanem az autó technikai biztonságára kell törekednünk, tehát nagyon kell arra vigyáznunk, hogy az autó ne álljon meg pályán, és ehhez alkatrészek kellenek, és ez olyan műszaki szinten kell tartani, hogy az biztonságos legyen. Így, ha ezek a dolgok megvannak rajta, nem fog múlni, hogy egy bajnoki címet megszereznek a hajdunásnak.